Megérkeztünk Trackwood helyett még csak az első Lukoira. Soma már készíti a vágóképeket. Hoppá. Máté éppen rakja egy posztot. Szia Máté! Hello, hello, sziasztok! Mi a helyzet? Minden király. Mint ahogy látjátok, Atom Profin két autóval. Innentől még 2,5 óra kb. Az út. Konvojba megyünk le, és meg fogunk érkezni, és én már nagyon várom. És megérkeztünk. Megmutatnám a kis petrolpals, illetve egyben van rezidenciánkat. Kompakt. Sátor. Még egy sátor. Székek. Világítás. Illetve a kis busz. És most indulunk el végre körbejárni a depót. Valószínűleg nem vesszük fel videóra, mert korom sötét van, de azért elviszem magammal a kamerát, hát ha van valami. Na gyertek velünk! Gyertek velünk, hogy ne lássatok semmit velünk. Végre 2 év kihagyás után újra itt vagyunk Mária Pocson, marha jól érezzük magunkat, nagyon jók, és nagyon szép autók vannak. Megyünk fel a pályára, kezdődik a pro edzés végre. Nagyon kíváncsiak vagyunk, mert rengeteg új autó van, rengeteg új versenyző van, és a technika már a égekben. Pistolti Kevin. Sziasztok! Most így a lényegre térve, a pályára pontosabban. Nagyon nem kéne ez a terhelésváltásmentes Trackwood pálya és a Mária Pócsi pálya, mert egyszerűen lehetetlen küldetés körülbelül. Come back for the pictures! Hogy szuper áll az autó? Egyenlőre jól, erős. Most volt egy áttételcserém, és mint hogyha 200 lóval erősebb lenne, és nem tért le negyedikbe. És veletek mi újság? És hogy tetszik nektek a pálya? Ugye ez a pálya még szerintem soha nem volt, és ez nagyon extrém. Tetszik, hogy a standard pályán felül most újabb kihívást adtak a versenyzőknek, tehát ez szerintem ez nagyon jó. Ez a rendezvény, fasz a 101-es, megérte Debrecenből átutazni idáig, mert nagyon jó italok vannak, főleg azok, amiket hoztunk magunkkal, de amúgy itt a büfében sem rossz, mert amúgy kis kacsintásért adtak egy kicsit nagyon többet. Jó programok. Egy gond van, kevés a dízelautó, egyetlen dízelautó. Így van, egy dízelautó van, sajnos. Nem gondolnak itt a sark jégkörökre, hogy így most van. Itt amúgy nagyon sok fogyasztás van benzinből. Így van, az így dízelből van. Meg csak egy autó. Minél több dízelt és zöldrendszámos autót ide, Mária Pócsra. Hibrideket és elektromos autókat, Teslátból még sokkal többet. Ja. Először is ez lesz életed első ride-along-ja? Tehát utasként most fogsz először ilyen izmos drift autóban ülni? Igen. Ja, még mielőtt hogy bármit mondanék, bocsánat, ezt is szeretném nagyon-nagyon megköszönni Krejsz Tamás barátomnak, aki SOS-ben felhozta nekem Budapestre az overáját, hogy részese lehessek ennek a rendkívüli élménynek, mivel az új szabályzatok miatt, majdnem pofára estem, csak overába lehet beülni utasként drift autóba, úgyhogy még egyszer nagyon köszönöm szépen Krejsz Tomi, egy tündér vagy! Kevin, a srác élete első drift taxia mit fog átélni? Ja, ez az első. Élete első drift taxia. Soma félsz már? Még nem. Őszintén. Kéne? Nem, őszintén még nem. Jó lesz. Majd fog. Soma, számolj be, milyen érzés volt! Hát ez beteg. Ez nagyon beteg.
De nagyon, ez brutál kezes az autó. De már nem. Ez a természetes... Ez nem olyan, mint a kompaktban. Ez a természetes mozgás kultúrája. Látsz, érződik mindenén. Nagyon durva, amúgy. És életed első triplakciához képest milyen élmény volt? Hát, kicsit csalódott, nem. Jó volt. Tényleg. A mosoly mindent elárul az arcodról. Itt Máté? Nem tudom, hangorkám van! Mindenki kapcsolgatja az ALS-t itt durrognak, de nagyon, én nagyon jól érzem magam tőle. Így kell átkelni normálisan a pályán. Szólni kell a sportbűrónak, aki kézjelzéssel vagy zászlójelzéssel jelzi neked, hogy átkelhetsz a pályán. Ezt követően pedig septiben lábaid összedve átkelsz a pályán, hogy a belső élményt megkaphass, ami ez! Mi van? Itt vagyunk a naplementében, csinálunk egy kis fotózást gyorsba. Nagyon szépen köszönjük a drifting.hu szervezőinek, hogy megengedték nekünk és lehetőséget adtak nekünk. Meg voltak olyan jó fejek, hogy így vették van. A fáradtságot, hogy kihozzák ide az autókat, és megengedhessük maguknak, hogy csináljunk volt ide kijönni amúgy a depóból. Na jó, de... Már itt a Magdit egy kicsit felidegesítettük, hogy rámentünk a Tibinek itt a pályájára. És ó, ez volt! Nagyon jó vagy! Na, csináld még! Pornósba, ez az! Pozíciót cserélünk, két LSX-et teszünk egymás mellé. Baba lesz. Csak azért, mert nincs három. Ez elég brutál, nem? Ez most megkoronáztuk a mai napot. Hát, ja. Kiskolt, Kevin, Magyarország. A matricát azt szeretném, jó? Ha valaki sztár, akkor sztár. Azt te vagy. Szóval tekintetted arra, hogy Máté és László rendkívül fáradt, én fogok beszélni. Igazából azon kívül, hogy szeretlek titeket, nincs közöm a petrolpalshez, de ezt megteszem, értetek. Úgyhogy nem tudom, mit kell elmondani, ez egy fergeteges nap volt, rengeteg sok beteg autóval, és nagyon jól éreztük magunkat. Számolj és, be az élményeidről, hogy milyen igen, volt. Igen, tényleg, hát baszki. Sikerült Piskolti Kevin és Róna Péter mellé is beülnöm. Az egyik egy Twin Turbo LSX, a másik pedig egy kompresszoros, és hát
mind a kettő elég kur, elég kemény, szóval nagyon-nagyon durván érezni a különbséget érzetre a két autó között, hogy ameddig kemény autója, az a legkisebb gázfőtse is elteszi magát keresztbe, viszont fent annyira nem érzed, hogy olyan nagyon durván mennél. Addig a coli autója az olyan, hogy alul nem megy, megint a nyomás, és onnantól elforgatja maga alatt a földet, és durrog, és csattog, és ömlik a pofádba a láng, és a szívedbe érzed, iszonyatosan beteg, úgyhogy engem megvett kilóra. Most pedig megyünk inni és kajálni. Üdvözlöm mindenkit, jó reggelt! Szombati napra virrattunk. Meg mindenki húzza a lóbőrt, én vagyok fenn egyedül. Kis vigyillom. Tegnapi napunk nagyon jól sikerült. Ma lesz az igazán Trackwoodos nap. Elindítottuk a szombat reggel, szenzációsan érezzük magunkat. Végre csodálatos napsütés. Felhők meg semmi nyoma. Máté, egyébként hozzátok a ideket. A legjobb arra kelni, amikor több száz lóerős 2JZ motoros drift autók durrognak. Speakerzi van, mi van? Hello, Speakerzi van. Mi van, tupos már, nem tudom követni, Lacika. Petrolpals, szevasztok. Úton megyünk a rajtba, itt közben már majd indulnak a képsárkányok. Itt a kollégáknak megköszönjünk, Ali, ciao. Autók mellett megtalálható ez a gyönyörű szép Skyline, elméletileg 1200 lóerő, és egy teli tankkal 60 km tud menni. Eddig jó. Tegnaphoz képest? Tegnaphoz képest szerintem ma melegebb van. Készítem magam az estére, mert el nem tudjátok képzelni, milyen csaták lesznek. De el fogjátok tudni, mert látni fogjátok a videón, csak mi most még nem látjuk. Zima, meddig homolog a papucs? 2000, figyelj! Ez Franco Sparco, ez 2023-ig homolog. Oda nézd! Egy lovat törtem be érte! Egy lovat törtem be érte! Be is tört a feje! Be is tört a feje! Top 24 van, srácok, és felvonulnak a pilóták. Az a lényeg, hogy jönnek, beállnak oda egy sorba, mindenkiről megkérdezik, hogy anyukája hogy van, illetve hogy milyen gépjárművel van, illetve hogy hány kereke van annak az autónak, és mindenki happy. Hey,
Sziasztok! Gergely Sándor, itt egy pillanatra elkapjuk, mindenki téged tapsol itt. Most mondták, hogy a GS Customs. A GS Customs. És hogy érzed magad itt a versenyen és a Trackwoodon? Mit vársz a Trackwoodtól? Hát nagyon remélem, hogy a fiúk jól teljesítenek. Kicsit azért volt kaland, nyilván, ismét, de hát ezért szeretjük, ezért szépen ez a szakma. Próbálunk megtenni mindent, hogy jól versenyezzenek. Most már csak rajtuk múlunk, nem rajtunk. Mi folyik itt Magyarországon? Végre! Uramisten! Bring back good old days! Mi van? Vegyetek kompaktot, mert nekünk is az van, de ezért jó a kompakt, baszki. Azt csinálsz fel, amit akarsz, soha nem lesz semmi baja. Soha! Gyerekek, Trackwood 2020, azért ez OP volt, ez epic, ez kriminálisan, brutális. Erre vártunk, vártunk. Végre, ez az. Hogy kicsi végez. Harmadik hely megy, Power Bencének. Second place, Aldoila Lok, Metro. Lackó Ákos! So the first place goes to Kevin Biscotti! Egy nagy tapsot kérnék szépen még egyszer a próba, az óriás versenyzőnek! Nagyon jó! Gyertél! Gyertél! Bukármarna Balázs! Paparáci, Petrol! Gyere inkább te is, megfogom a kamerát! Biztolti kamerásra! Mert kitört a jobb hátsóm és megállt. És így nyertél? Hatalmas gratuláció Piskot Kevinnek, nagyon oda tette magát, és szerintem ami most csata lezajlott kettőjük között, arra nem lehet szavakat találni, és
semmit nem tudok mondani, egyszerűen kifogytam, Máté is kifogyott, mert megállt itt a tudomány. Ilyen Mária Pocson nagyon rá. Rég volt. Ezt akartuk látni, srácok, ezt kaptuk. Fiatalok, lendületesek, nyomják és emelik a színvonalat. Végre ezt akarjuk látni Magyarországon. Köszönjük, köszönjük nektek, értéked ezt a hétvégét, beszélj egy kicsit róla. Két és fél óra út után megérkeztünk csütörtök este a helyszínre, Rabócsiringre. Lecuccoltunk, mint ahogy láttátok, iszonyatos jó kis helyünk van. Eltelt a pénteki nap, edzés nap, láttunk érdekes dolgokat, nem volt olyan intenzív. A mai nap viszont elkezdődött a nap, gyakorlatilag autók durrogására keltünk, ez már adott nekünk egy lendületet. Mint ahogy a Trackwood szokásához híven, ahogy sötétedik, úgy lesz egyre betegebb. Lángolók, kipufogók, az autók, a neon, a fények, a hangulat egyre csak fokozódik. Én szerintem több ezer ember volt, tehát nézők, 100 plusz versenyző, eszméletlen jó volt a hangulat. A döntő, a pódium ceremónia, az utána lévő igazi állatságok. A 2013-at szoktuk mindig mondani, akkor volt egy Trackwood, az volt életünk legjobb Trackwoodja, és most kicsit ezt hozták vissza a srácok. Le a kalappal mindenkinek, a szervezőségnek, a versenyzőknek, mindenkinek, aki egy kicsit hozzátette ez az egészhez, mert fenomenális élmény volt. Röviden, tömören, nagyon jó volt. Nagyon rég vártuk már, hogy ilyen jó legyen. Köszönjük mindenkinek, a drifting.hu-tól elkezdve az összes létező itt részt vett embernek és azoknak, akik odajöttek hozzánk és matricát vásároltak tőlünk. És végezetül most még megyünk, kikapcsolunk, partizunk egy kicsit, és az ötödik dolog pedig az, hogy volt velünk egy sztár vendég, egy különleges ember. Jó, de ezen az eseményen nem én voltam a sztár vendég, én voltam a megfigyelő. Ti voltatok a sztár vendégek, akik belehúztatok ebbe az egészbe? Igen, de Pingler Csanád Soma. Pingler. Ki se tudod mondani a nevemet? Nem, az meg nem hát tudom. Befosok! Pingler. Pigler. Pingler Csanád Soma velünk volt, aki nem ismerné, az egyben van Instagram és YouTube oldal. Tulajdonosa, valamint alapítója, igen, az jobb szó. Founder. Tönkretevője. Köszönjük mindenkinek, aki velünk tartott a videó végéig. De főleg neked. Iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, ha szeretnétek még ilyen ultra brutál és ultra király tartalmat. Kövessetek minket az Instagramon, és mindenkinek legyen szép napja és jó hétvégét. Vagy estét, attól függ, mikor nézed. Így van. Szevasztok.